hogyan élte meg ezeket az eseményeket Polinszky Károly, aki akkor a Veszprém-Vegyipari Egyetemnek a dékánja volt, és hogy élte meg Szűcs István, aki az egyetemnek hallgatója volt. Köszönöm. Hát a kérdésére röviden válaszolni meglehetősen nehéz. Az én élményeim, amennyiben élménynek lehet mondani, az 56-os forradalom és az azt követő relatív konszolidációban meglehetősen formabontó. Ugyanis én 1956. októberében Lipcsébe voltam egy vegyészmérnök kongresszuson, kint ért a felkelésről szóló első hírek, nyugatról és keletről egyaránt, teljesen összekuszált kép volt előttem, ami egészen természetes, mert már a német milíciák első nap felvonultak, és kimondottan a magyar ellenforradalom ellen tüntettek, ugyanakkor a nyugati hírek pedig dicsőséges felkelést méltatták. Ilyen körülmények között meglehetősen bonyolult útvonalon vonattal és a legvégén szoptól hajóval érkeztem meg Budapestre, majd két nap múlva az egyetemi ifjúság jóvoltából, akik egy teherautón krumplit hoztak a budapesti diákok megsegítésére, felkerestek és felajánlották, hogy levisznek Veszprémbe. Itt ismét hangsúlyoznom kell, hogy messze az átlag alatt vagy fölött egyáltalán nem voltam, ahogy mondani szokták, képbe, meglehetősen kalandos úttal kerültem le, egynek nagyon örültem, hogy az egyetem oktatói és hallgatói egyaránt nagy tisztelettel és szeretettel fogadtak. Ez lehetett körülbelül október 28 vagy 29, pontosan nem emlékszem, és gyakorlatilag akkor ismertem meg, bár hallgató volt, csak hát több száz hallgató között világos, hogy mindenkit nem ismerhet az ember. Akkor ismertem meg közelebbről Szűcs István, aki emlékezetem szerint a megyei forradalmi tanács és az egyetemi forradalmi tanácsnak a tagja volt. Kialakult közöttünk egy, ma úgy mondanánk, jó munkakapcsolat, teljesen világos, hogy a korkülönbség, másrészt az átélt napok emléke miatt nem minden kérdésbe értettünk egyet. Én fékezni akartam, és azt hiszem helyesen tettem. Ő szájából hangzott el múlt évben, hogy a tragikus körülmények között kivégzett Brusznyai, aki a megyei forradalmi tanács elnöke volt, ő is azt tette Szűcs felé, hogy fegyver és egyéb látványos kalandokban ne menjünk bele, ezt a nézetet vallottam én is, több-kevesebb sikerrel Szűcs, azt hiszem ezeket a tanácsokat magáévá is tette. Itt meg kell mondani, hogy november 1-ére, erre biztos emlékszem, a városban teljes nyugalom volt. Ezért én mertem vállalni azt a kockázatot, hogy följöjjek Pestre, annál is inkább, mert nem volt személyazonosságim, hanem csak útlevelem,